Az erdélyi történet. Első. Levelek a Krimbe. Gyűl a válságdíj. A rab ne busrakodjon. Legyen türelemmel. Mást nem is igen tehet. Nyerítő lovak a hegyi legelőkön. Elsüllyedt katonatemetők. Egy kirándulásról egyetlen félrelépés. Égő éjszakák. Fekete kocsik a kapu előtt. Néma házak. Elnémult asszonyok. Lesepert padlások. Kuláklisták. Csóvák a náttetőn, itt a tatár, a török. Beolvasztott harangok dörögnek a kökösi hidon. A fejedelem ismét kiutasítja a jezsuitákat. Bécsben a kancelláriáról távolinak tűnik mindez. Lóra pattan a testőr, imbolyog. Ellenfényben egy részeg szovjet katona. A kuria ambitusáról pipafüstbe tűnik el minden. Szibéria végtelen erdőségeiben sem hal meg a haza. Sztambul bazárjaiban sem, csak káposztás hús legyen. És már is látjuk, amint a Szent Annató tükrén fölragyog a nap. Az erdély történet. Kettő. Más hangok, más szobák. Akkoriban rossz idők jártak, fekete fellegek tornyosultak az égen. Feketén tűnt el a nap, a vadállatok lesünyt fejjel jöttek be a faluba, és ott várakoztak némán a templom előtt. Katonák dúlták a vidéket. Sivalkodó malacokat tűztek lándzsa végre, lőttek szitává, de sem Basta generális, sem Malinovszky marsal nem parancsolta vissza őket, a basákról nem is beszélve. Minden kétségesé vállott, bizonytalanná, szedte áldozatait a fekete halál. A fejedelem csak asztrológusával tanácskozott, de a csillagokból sem lehetett kiolvasni a jövendőt. Gyülevész hordák vertek tábort a városkapu előtt. Zsúfolásig teltek meg a börtönök, és Sztálinvárosnak nevezték Brassót. Az erdélye történet. 3. Dolgaink romoltak. Uralgott a passzív rezisztencia. Betlen Gábornak föl kellett adni Lippát. A csukott ajtó és a nyitott szem hősei elfordultak. A román elvtársak bírálták az elvtelen magyar egységet. Budai Nagy Antal eltűnt a csatában. Váradit és Bartalist kivégezték. Vértesek dúlták a vidéket. Folyt a kollektivizálás, ágyúzták Modéfalvát, tüzes vastrónusra ültették Dózsát. Tilos volt leírni a helységneveket magyarul. Sem Kós Károly, sem Veselényi Miklós nem tudta megteremteni Erdélyt. Enyedet felperzselték, tombolt a véres farsang. Kurkó Gyárfás megörült a börtönben, dörögtek Gábor Áron ágyúi a kökösi hidon. Apácait a toronyból akarták lehajítani, jöttek-mentek a peregrinusok, a kivándorló hajók, az agitátorok, és az égről Márton Áron égő szemébe költözött a remény. Az erdélyi történet. 4. Adi csúcsán az ablakból nézi a menekülőket. A dolgaink romoltak, mégse tűztünk el innen. Akkor is itt maradtunk, mikor mások futottak. Csinszka dadája már sírt. Csúcsai ablakunkból néztem, rossz szekereken menekültek a népek. Hosszú századok óta mindig csak menekültek. Török, tatár és muszka, labbancok, martalócok, áradás, visszavont kegy, hajójegy, adóságok. Ki tehette erdőkben keresett menedéket. Ilyenkor mire gondol az égben fenn az Isten? Futnak ágrószakadtak, bosszúállók a győzők. Vére szomjúzó csordák fosztogatják a várost. Ilyenkor elfordul, sír. Mit akarhat az Isten? Rossz szekerek viszik, a vesztes visszafordul, fénybe fürdetni arcát, míg a nap is el nem vész.